Hagyományosan szeptember első hetében rendezik Nakon a szüreti ünnepséget. A hosszú évtizedes múltra visszatekintő eseményre előkerültek a népviseletek, kalapok és fogatok is. Nakon lakom most már 45. éve. A mai napon egy szüreti felvonulás van a faluban. A hagyományos öltözetemet Vörös Lászlóné biztosította, aki idén 80 éves, ő mindenki Bözsike nénie, és az az ő ruhája, ezt viselem. Minden szüretkor van egy bíróné és egy bíró, akik a legnagyobb hintón és a legszebb hintón utaznak, és ők az utoljára házasodott házaspár a faluban. Ez most idén ránk nem igaz, de valakinek el kellett vállalni ezt a szerepet. Mi 21 évvel ezelőtt házasodtunk, és most mi vagyunk, akik ezt felvállaltuk a férjemmel párhuzamosan. A falu apraja nagyja összegyűlik ilyenkor, a kicsik és az óvodások és a felnőttek közül is jó páran most már beöltöznek. Idénre sikerült egy egészen nagy számú és egyforma színű naki hagyományos öltözéket összegyűjtenünk és verbuválnunk. A csapat száma most idénre már több mint 50 fő. 6 kapu lesz a faluban, amit meglátogatunk egy felvonulás keretében, közben a háttérben is hallható zene hallatszik. A kapuknál várnak bennünket borral, édességgel, süteménnyel, ott táncolunk egy pár kört, és akkor megköszönjük a szeretetet, amivel fogadtak bennünket, és elmegyünk a további kapuhoz. A falut körbejárva az ünneplősereg visszatért a kiindulási helyszínre, a művelődési ház udvarára. És itt is egy nagy közös tánc van, aztán egy csoport kép itt az IKST előtt, és évről évre megőrizzük ezt a képet. Minél az idejében most már olyan nagy lesz a társaság, hogy lehet, hogy rá se férünk a képre. Hagyományos módon a kisbíró verssel köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette a településen történt dolgokat a közelmúltból. Tovaszál még egy év, öregebbek lettünk, kenyerünk javából még pár szeletet ettünk. Ha 2022 hújon a feledés porába, a falu krónikájával köszönünk be minden portára. Falunkban csendesen peregnek a napok, pár dolgot azért mégis a számra kapok. Eltűnt a kocsmák, üres már a helye, ott lesz majd a község központi tere. Mi juthat a jó ember eszibe, ha palát lát a közmunkás kezibe? Azonnal feljelentést kell tönni, anélkül, hogy tudná, hová is akarjuk a palát tönni. Rezes banda kísérte útján a felvonulókat, így mindig karnyújtásnyi távolságból szolgáltatták a talpalávalót. Ugyan már évek óta elmarad az esemény lezárásának tekinthető szüreti bál, a szervezők azonban mindig próbálnak egyre több embert megmozgatni a fesztivál alkalmával. Évről évre meg szoktuk szervezni ezt a szüreti felvonulást. Most idén körülbelül 40-50 fő beöltözőnk van. Idén a Dombovári Fúvós Egyesület jött hozzánk zenélni. Azt hiszem, hogy 5 vagy 6 megállónk van, így most pontosan nem tudom. Ott mindenhol leszállunk, táncolunk, ott már napokkal egyik-másik helyen készülnek a nénik, bácsik, mindenki, hogy minket fogadjon, sütik a süteményeket. Amikor visszaérünk, akkor mindenkit itt vendégül szoktunk látni, fel lett állítva a sátrunk, itt egy ilyen babgulyással, pogácsával, süteménnyel, aki részt vett ebbe, azt mind megvendégeljük. Bált azt sajnos azt nem tartunk már évek óta, mert elég kevesen voltak, és akkor így ezt elengedtük ezt a dolgot. A tavalyi évben a Nakközségért Alapítvány és a Naki Falu Szépítő Egyesület az közösen varratott egységes ruhát, de még a következő években szeretnénk még együtt, hogy mindenkinek egységes ingje legyen, köténye. Fogatos az csak sajnos egy érkezett, meg 2 csikós lesz, de mi ennek is nagyon örülünk, és bízunk benne, hogy legalább ennyivel hozzá tudunk járulni a rendezvény sikeréhez. Napokkal a jeles esemény előtt már nekiálltak a résztvevők dekorálni azokat a kocsikat,
amikkel a szüreti fesztivál alkalmával végigvonultak a településen. Minden évben szeptember első hétvégén szervezzük egyébként ezt a szüreti felvonulást, ez fel van osztva a települések között, hogy ebből ne legyen gond. És hogyha bárki úgy érzi, hogy szeretne ide eljönni, akkor jövő szeptember első hétvégén várjuk ide. A szüreti ünnepség jó hangulatban telt. A vendégségben felszedett kalóriát pedig egyből le is tudták táncolni a résztvevők.